Közel 1000 érdeklődő látogatott el ezen a napon a rudabányácskai smaragdvölgybe. Az igényesen helyreállított kiránduló központ megtelt ezen a hétvégén. Az eseményt a Sátoraljaújhely Hegyközt Turizmusáért Egyesület szervezte. A cél nagyon egyszerű, hogy szórakoztassunk, jól érezze mindenki magát, aki kijön oda, illetve Sátoraljaújhelynek egy újabb turisztikai attrakciót hozzunk létre, illetve hát jelen pillanatban nem csak Sátoraljaújhelynek, hanem Rudabányácskának. Akik eljöttek Rudabányácskára, jól szórakozhattak ezen a napon. Kajakkenuzás, gyermekjátszóház, gyermekprogramok, sok-sok finomság, Sátoraljaújhelyi és Sárospataki zenekarok szórakoztatták a nagyszámú közönséget. Nagyon jól éreztük magunkat a barátnőimmel itt Rudabányácskán a mai nap. Én elsősorban a koncert miatt jöttem ki, Varga Feri és Balázsi Betti koncertjét jöttünk megnézni. Én régóta ismerem Varga Ferit, és ezért jöttem, hogy megnézzem, hogy azóta melyik az az album, ami megjelent neki. Jól éreztük magunkat a barátnőimmel. Nem voltam még itt Zsuzsával ellentétben, és nagyon szép a környezet. Meglepődtem, hogy ilyen szép helyre kerültem, amikor délelőtt megérkeztem az ismerőseimmel. Hogy örülök, hogy itt lehettem. Nagyon szép hely, és egyre több az látogatója ennek a vidéknek, én úgy veszem észre. A Smaragdvölgy tulajdonosa is jó ötletnek minősítette az egyesületi kezdeményezést. Ilyen nagyszámú érdeklődőre persze nem számított, de véleménye szerint sok-sok ilyen rendezvény kell Zemplénben, mert ezek hozzák a turistákat, akik ha már itt vannak, biztosan ellátogatnak például a Sátoraljaújhelyi Zemplén kalandparkba, vagy megnézik hegyköz nevezetességeit is. Reggel 10 órakor kezdődtek a programok, mazsorettesek voltak, színjátszókör, és folyamatosan egy órától különböző együttesek szórakoztatták, és szó szerint szórakoztatták a jó zenékkel a résztvevőket. Nagyon sokan kilátogattak, tulajdonképpen még akit vártunk, attól is többen jöttek szerencsére, és reméljük, hogy mindenki jól érezte magát. A rendezvény sztárvendége a Varga Feri Balázsi Betti dúó volt. A sátoraljaújhelyi születésű Varga Ferenc valamikor együtt zenélt a szervezővel Novák Zoltánnal, így nagy örömmel vállalta a smaragdvölgyi fellépést. Most legutóbb egyébként volt egy jazz albumunk is, tehát csináltunk egy közös jazz lemezt is Ferivel, de én szerintem ez hamarosan megint eljön. Tehát mindig hozzá fogunk tenni ezekhez a jazz csemegékhez egy plusz albumot, és akkor majd a végén csinálunk belőle, tudod, egy ilyen 4-es, 5-ös fogatot. Elhozhatnánk az egész zenekarunkat, aki kérlek szépen egy hobbi zenekar, és az a nevük, hogy Professzor Brinkfunk, ez orvosokból, ügyvédekből, jogászokból, közgazdászokból áll, akik nagyon kedvelnek zenélni, és mi becsatlakoztunk, illetve hát pontosabban a Bettinek a tanítványa volt a Weber Zsófi, aki egyszer mondta, hogy mi lenne, hogyha ezt így összefúzionálnánk, és akkor ezt azóta csinálgatjuk így együtt, úgyhogy hála Istennek, hogy nem elég jól megy. Nem könyörgünk a próbákért. Most arra várunk, hogy nekem is autogramot adjanak, és nagyon szeretem őket. Melyik a kedvenc dalod? Én mindet nagyon szeretem. Na nem, de tényleg. Mindet tudom kívülről. Tényleg, nincsen kedvencem. Minden de melyik? Jó. Az egy bolond vagy a jó ég? Tehát az új lemez vagy a régi? Az egy bolond. Jó hangulatú szabadtéri bállal zárult a Rudabányácska Smaragdvölgy pünkösdölő. Folytatás pedig jövőre a Sátoraljaújhely Hegyközturizmusáért Egyesület szervezésében.